Üdvözlök mindenkit ismét! A következő eladás Friss Anditól jön majd, Pegazus Kft., lovasok.hu. Ő sajnos személyesen nem tudott eljönni, úgyhogy csak egy videó lesz, de hogyha valami kérdésetek van, akkor azt utólag is föltehetitek. És akkor szerintem hadd szóljon. Sziasztok! Friss Andra vagyok a Pegazus Online Media Kft-től. A Pegazus Online Media Kft. Weboldalak üzemeltetésével foglalkozik, így magába foglalja a lovasok.hu-t és a mindenamikember.hu-t. A lovasok.hu a fő portálunk, ami Magyarország legnagyobb és piacvezető lovas portálja. Két fő terület van, amelyen helyt kell állnunk. Az egyik a hirdetőinknek a kiszolgálása, tehát hirdetési felületeket biztosítunk az ügyfeleinknek, valamint a tartalomgyártás. Tartalmakat gyártunk nem csak magunknak, tehát hogy az oldalunk színesebb legyen, de az ügyfeleink részére is. PR cikket, videókat, bannert, informális felületeket hozunk létre, valamint számos olyan aloldalunk van, ahol az ügyfél maga töltheti föl a termékeit, szolgáltatásait. Tehát lényegében ez a két irány van, amikor az ügyfél saját maga szerkeszti föl a maga által írt vagy létrehozott tartalmakat, és van, amit mi magunk szerkesztünk föl és hozunk létre. A tartalmak létrehozásában a tematikus keresőnkbe való feltöltésnél az ügyfelek gyakran kérnek tőlünk segítséget. Ezek meghatározott lépésekből, folyamatokból állnak, amiket igyekszünk átadni az ügyfélnek. Ebben nagy segítséget nyújt majd nekünk a Mautic. Elsődleges célunk, hogy paraméterezni tudjuk az ügyfeleket a Mautic által, milyen tartalmakat olvasott, mi érdekli. Lényegében a gyűjtött információkkal növelni szeretnénk az ügyfélélményt. Egyre inkább látjuk, hogy a Mautic milyen lehetőségeket nyújt. Kellett egy pár hónap, míg feltérképeztük ezeket a lehetőségeket, és ezek alapján megterveztük, hogy milyen lépésekben fogunk előre haladni. Az idei év első felében a fejlesztésekre koncentráltunk. Nem csak a Mautic terén, hanem a komplett weboldalt újra gondoltuk. Számtalan fejlesztést indítottunk el. Mobilról is minden pontja tökéletesen olvasható legyen, gyorsabb legyen, felhasználóbarátabb legyen. Mautic terén az év első felét az információgyűjtésre szántuk, hogy az év második felére már egy szegmentált célközönséget tudjunk kiszolgálni. Ahhoz, hogy igazán jó eredményeket tudjunk elérni, három fő részből épül fel nálunk a Mauticnak a kampánya. Az én feladatom, mint főszerkesztő, a tartalmak összeállítása, hiszen ahhoz, hogy a kampányok rendre sikert arassanak, jó tartalmakra van szükség. A cégnél két ember tapasztaltabb nálunk a kampánytervezésben. Az egyik maga a tulajdonos és stratégiai vezető Fülöp Tamás, másik Bence Balázs, aki az automatizmusok terén van otthon. Feladatuk, hogy a Mautic-ból bejövő információk alapján összeállítsák a kampányokat, amelyekhez én aztán tartalmat gyárthatok. Ahogy említettem, a Mautic nálunk most abban a szakaszban van, ahol információt töltünk föl. Emellett általános hírlevél kiküldésre is használjuk, ennek a koordinálása az én hatáskörömbe tartozik. Azért is én tartom ma az előadást, mert jelenleg én használom a legtöbbet a Mauticot. Célom, hogy mihamarabb beletanuljak, még mélyebben belássam magam a rendszerbe. Már pár apró kampányt is indítottam, illetve tapogatózom a banner, illetve a
Célunk nyilvánvalóan eladni a hirdetési felületeinket. Üzlet tekintetében a Mautikot elsősorban erre fogjuk használni. Hogy tudjuk, hogy milyen tartalmakat néztek, ezzel segítve az értékesítők munkáját. A másik célunk, hogy ezt a havi 100 000-es olvasótábort személyre szabott tartalmakkal lássuk el. Fejlesztéseinkkel, a Mautikkal lényegében egy robotos rendszert szeretnénk kialakítani, amely által automatikusan tudjuk adni a személyre szabott tartalmakat. Azonosítás nélkül, vagy azonosítva. A két nagyobb szegmens, tehát a hirdetői tábor és az olvasói tábor egymásra épül. Minél nagyobb az olvasói élmény, annál szimpatikusabb az oldali hirdetők számára. Úgy véljük, hogy a Mautik ezt az igényünket ki fogja szolgálni. Ahogy említettem, ezt az előadást azért én tartom, mert én foglalkozom most jelenleg a legtöbbet a Mautik rendszerével, hiszen az elmúlt időszak elsődleges célja az adatok betöltése, a tartalmak létrehozása volt. Bízom benne, hogy a következő előadást már egy olyan személy fogja tőlünk tartani, aki részleteiben fog tudni beszámolni, hogyan alakítottuk ki azokat az automata folyamatokat, amelyekkel weboldalunk olvasói élményét és hirdetőink elégedettségét gyakorlatilag megdupláztuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, tehát ennyi lett volna a videó, és ezzel be is zárul a Mautik 2021-es Magyarországi előadás sorozata. Aki ért más nyelven is, nekik melegen ajánlom, hogy holnap is részt vegyenek a Mautikon előadásain. Német, spanyol, portugál és angol nyelven láthatók majd még előadások a holnapi nap folyamán. Köszönjük, hogy néztetek bennünket, sziasztok!